Kedves nézőink, borbírálat zajlott tegnap az Ajka Rendneki Művelődési Házban, most ide látogathatnak el velünk. Hányadik alkalommal szervezte meg az Ajka Rendneki Kisbadacsony Baráti Egyesület a borbírálatot? Egyesületünk 5. alkalommal szervezte meg a borversenyt. Elmondhatjuk azt, hogy a taglétszámunk folyamatosan gyarapszik, a tavalyi évben is jelentős volt a taglétszám növekedésünk, jelenleg 54 tagot tud magáinak az egyesület. Azt mindenképpen el kell mondanom, hogy a telek tulajdonosok számát figyelembe véve mindenképpen egy kis egyesületről van szó, néhányan vannak még, akiket nem tudhatunk, még a tagjaink között bízunk benne, hogy ők is mielőbb belépnek a Kisbadacsonyi Baráti Egyesület tagságába. A tagok átlagosan mekkora területen gazdálkodnak? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Gyakorlatilag hobbi kertekről beszélünk, tehát néhány száz négyzetméteres területekről, ezek kisbirtokok, amiknél szintén fontos megegyezni azt, hogy jelenleg az a tendencia, hogy ezek inkább hobbi kerteknek mondhatók. Több hegybejáráson vettünk részt az elmúlt évben is, ugye az infrastruktúra karbantartás és mindenképpen kiemelt feladatunk, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy mindinkább az a tendencia mutatkozik jelenleg, hogy a szőlőtermő területen a gazdálkodók száma egyre kevesebb, tehát inkább nyaraló hétvégi telkekként történik az adásvétel, és hát pihenővezetnek vásárolják inkább a területeket, mint hogy szőlőtermelést céljából. Bízunk benne, reméljük, hogy ez a tendencia meg fog fordulni. Valamikor ez a szőlőhegy minden telke szőlőterülettel volt beültetve ültetvénnyel. Hányan hoztak bort a mai versenyre, és az mind itt Ajka Rendeken termett? Hát 27 fajta, mint már elhangzott az előbb, 27 fajta borral neveztek az egyesület tagjai. Zömében Ajka Rendeki borok voltak, tehát mintegy 85-90%-ban, azonban voltak nevezések balatoni, somlai borokkal is. Tehát vannak olyan tagjaink, akik vagy termelők ezeken a termőhelyeken, vagy pedig szőlőtermést vásárolnak és bort készítenek belőle a saját mellé. Fehér vagy vörös borok a jellemzőek inkább? Hát alapvetően a fehér bor a jellemzőbb, hogyha a terület összességét tekintjük, de már a vörös borok is régóta megtalálhatók. Alapvetően talán olyan 70-30% arányosnak mondhatnám azt, hogyha visszagondolok arra, hogy a régi időkben hogy voltak ezek a fajta megoszlások, illetve a vörös-fehér viszonylatában, mármint hogy a fehér a 70%, a vörös a 30, de egyre inkább jellemző az, hogy nemes szőlő fajtákkal kísérleteznek a termelőink, mert az köztudott, ugye, hogy ebben a szőlőhegyben direkt termőfajták voltak a régi időkben, tehát a fehér borból az Elvira, a vörösnél pedig alapvetően az Otello. Az idei évben milyen programjaik lesznek? Hát az idei évben még ilyen nagyobb létszámot megmozgató rendezvényünk a Nyitott Pincék napja lesz ősszel, szüreti időszakban, ahol a tagjainkat és a kívülálló érdeklődőket látjuk szeretettel. Hagyományőrző szándékkal az elmúlt évben kezdeményeztük, akkor 9 szőlős gazda nyitotta meg a pincéit, és mintegy 30-40 fő közötti létszám volt, nagyon jó hangulatban, kötetlen beszélgetéssel. Reméljük, hogy ez az idei évben még nagyobb tömeget tud megmozgatni. A borversenyen egy 2013-as és több 2014-es tétel volt. Mit lehet összességében elmondani a tavalyi évjáratról és ezekről a borokról? Összességében annyit lehet elmondani a 2014-es évjáratról, hogy egy kiemelkedően rossz évjáratról beszélhetünk. Ugye itt a Balaton felvidéken, és ezt gondolom itt Ajka Rendekre is vonatkozhat, hogy kiemelkedően nagy mennyiségű csapadék érte itt a vidékünket. Ez az országos átlagnak majdnem a másfélszerese. Ez azért jellemzően visszatükröződött a borokban is, az élénk savvilágban, az almasavban. Egyszerűen nem tudtak beérni a szőlők. Ez itt azért
értéket boloknak a minősítésénél is elhangzott. Ugye az almasabbal a kis termelők nehezebben kezdenek valamit, a nagyüzemekben is ez problémát okozott. Én úgy gondolom, hogy annak ellenére azt mondhatom, hogy a közösség kovácsolás az nagyon, nagyon szép és nagyon dicséretes egy ilyen kis közösségben. Nem kellett azért, én úgy gondolom, helyi szinten szégyenkezni a borokkal. Kihozták belőle a termelők, amit lehetett. Mondjuk nem, tehát különbséget kell tennem mindenképpen mondjuk egy badacsonyi vidék és egy itteni termelők között. Mindenképpen ott ugye a fajta jelleg az mindenképpen előbbre jön a borokban. Ott ugye fajta borokról beszélünk, itt azért a kiskertekben inkább a vegyes borok a jellemzőek, de úgy gondolom, hogy tanulni jöttek ide az emberek. Én örülök, hogy itt lehettünk, és elfogadták az értékelésünket. Úgy gondolom, hogy mindenképpen pozitív visszhangja lesz ennek az egésznek, ha más nem a termelők részéről az, hogy egy kritikán aluli évjáratot is talán mondhatok, hogy ennek ellenére azért viszonylag jó borokat készítettek. Milyen tanácsokat kaptak a gazdák az idei évre? Hát ez igazából nem évjáratos tanács. Itt, ami jellemző volt itt a borbirálat alatt, hogy vagy az alulkénezettség, vagy a túlkénezettség. Most inkább az idei évben az alulkénezettség volt a jellemző. Ez mindenképp probléma. A gazdák, a kistermelők, én úgy gondolom, hogy mindenképpen félnek a kéntől. Ez igazából azt szokták mondani, mint az ördög a szentelt víztől. Ez nem jó. Ugye itt is oda kell figyelni arra, hogy egy ilyen kritikus évjáratban a szőlőt kénezzük, vagy a mustot kénezzük. Ugye a tavalyi évjáratban, mivel rohadt szőlőről beszéltünk, eléggé silány volt a szőlő minősége, amit elkezdtünk feldolgozni. Itt, ha nagyon korán kéneztük és a szőlőt kéneztük, akkor belevittük a fenolt a borba. Itt mindenképpen egy gyors feldolgozás kellett volna, és utána a mustot kénezni. Tehát a kénre mindenképpen oda kell figyelni mustkorba is, és borként is a terméknél.